Imáron 31. alkalommal indult útjára a vajasfoki vizitúra, amely Kalocsáról az egykori kutyafuttató területéről startolt, az utolsó hivatalos állomáshely pedig a 30 kilométerrel távolabb fekvő Ósüközd. Stábunk csütörtök reggeli kiérkezésekor már javában zajlott az indulást megelőző készülődés, a kenuk minden egyes négyzetcentiméterét hasznosítani próbálták a túrázók. Van, aki egyedül, van, aki családjával együtt, így az egészen fiatal korosztály sem maradhatott ki a kalandból. Ez egy 4 vagy 5 napos túra, attól függ, hogy az első napot hova számoljuk. Szerdán este szoktunk leérkezni, akkor szállítjuk le a hajókat, és gyűlik össze itt a társaság. Innen vették célba Miskét, ahol a Horgász Egyesület területén vertek tábort a túrázók, majd következik Ósüközd, ahonnan aztán mindenki saját vállalás szerint tovább hajózhat Bajára. Habár az időjárás úgy tűnt kegyes lesz a túrázókhoz, ettől függetlenül mind a közel 50 résztvevő fel volt készülve a rosszabb időjárási körülményekre is. Emellett a túra mellett szokott menni egy kísérőautó is, tehát mivel többször kell átemelni, van olyan nap, hogy 2-3-szor át kell emelni a hajókat, ezért igyekszünk csak a feltétlenül út során szükséges cuccokat vinni, az ilyen táborozásra szükséges felszerelést általában a tréler hozza utánunk, de szoktunk magunkkal vinni esővédő felszerelést, esőköppenyt, meg egy váltóruhát, pláne gyerekeknek. Maros István kiemelte, a résztvevőket tapasztalt vízitúrázók alkotják, akiknek megvan a szükséges és az eddig szerzett tapasztalataik alapján az évek során jól megszokott felszerelése. Ilyenkor azért még tud lenni hajnalba fagy, tehát egy viszonylag rendesebb hálózsák, meg egy derékalj az feltétlenül szükséges, meg egy hát nem feltétlenül a legolcsóbb nyári sátor, hanem egy kicsit jobb minőségű sátor, az teljesen elegendő ide. A túravezető hozzátette, a résztvevők fele évente több mint 1000 kilométert tesz meg vízen, így korán sem ér véget számukra a kaland a vajasfoki útvonal teljesítésével, hiszen az év folyamán számos egyéb helyszínen megfordulnak.